Szép jó estét mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit a tíznapos elvonulásunk záró darmabeszédén. Egy fantasztikus bevezetőt hallottunk Moncártól, ezt hívom zenromantikának. Tehát ez egy gyönyörű, széles vásznó, fantasztikus színkörnyezettel megkomponált film. Van bevezető, van egy kis konfliktus, utána a cselekvény kibontakozása, tetőpont, Megoldás. És valahol az élet is ilyen. Megszületünk, és ez a bevezető, amikor elkezdünk öntudatra ébredni, és konfliktusba kerülünk, először a világgal, aztán saját magunkkal. Az az igazi, amikor magunkkal kerülünk konfliktusba. Utána kibontakozik az élet, rengeteg szereplővel, helyszínnel, utazással, helyben maradással. Kapcsolódásokkal és elengedésekkel, és aztán egyszer csak ott a tetőpont, aztán a megoldás. Kérdés, hogy mit csinálunk mindez idő alatt? Tehát, hogyha felismered, hogy milyen fontos a hagymapucolás, ugye? Mit csinálsz a hagymapucolás alatt? Vagy a meditációt kibírjuk-e? Vagy mit viszel haza a gyerekeidnek innen? Úgyhogy az elvonulások mindig hoznak valami újat, még sok-sok év után is. Azt már nagyon hamar megállapítottam, hogy soha nincs két ugyanolyan elvonulás. Nincs két ugyanolyan tíznapos, háromnapos, három hónapos, soha. Mindig egy újabb aspektusával kerül szembe az életnek, magadnak, másoknak. És ezt kell tudni tükrözni, ezt kell tudni tisztán látni, ezzel kell tudni kezdeni valamit. Kinek van kérdése ez ügyben? Sok zenmesternek van megvilágosodási története. Sung is leírta a sajátját, és a Koan könyvben is nem egyet olvashatunk. És feltűnt, hogy téged vagy nem kérdeztek még meg ez ügyben, vagy mindig kivágtad a videóból, ha ezt meg is, is kifogom, Lacika, ezt is kifogom, nem kérdezzél. Szóval a kérdésem, hogy... Meg se kérdezd, mert harmincat kapsz. <laughs> szóval azért megkérdem. Szóval, hogy hogy érted a felébredést? Inkább azt kérdezt, hogy hogyan aludtam el. Ez sokkal fontosabb. Minden este elalszunk, reggel felébredünk. Ez a helyes. Néha még napközben is egy kicsi szóndi az a jó, hogyha nem te jössz rá, hanem csak csinálod a dolgodat, és egyszer mondjuk a tanítód vagy a mestered azt mondja, hogy akkor legyél szíves, kezdje valamit magaddal. Igen, mester, mi csodád! És akkor kapsz egy ilyen papírkát, és azt mondják, hogy na most üljél át, légy szíves az interjú a másik oldalra, ahol eddig nem ültél. Akkor én a meglepetés. Addig, amíg az interjúban megpróbálod a láthatatlan kulcsukba betenni a légnemű kulcsot és valahogy kinyitni az évezredes métervastag ólomajtót, ami te vagy, addig nem hiszed el, hogy ebben a hagyományban van más, mint vérveríték és könnyek. Mint álmosás az étel végén, alvás a darmateremben, és tűrés, tűrés, tűrés. És az egyszer csak rájössz, hogy igen, van, de ehhez keresztül kell menni bizonyos kapukon és hogyha közben legyártasz egy olyan énképet, hogy te felébredett vagy, az a baj, az a legnagyobb baj. Ha pedig elcsüggedsz és legyártod azt, hogy te vagy a legreménytelenebb, szerencsétlen lovagja ennek a középkori háborúnak, akkor pedig az a baj. Ezért mondta szintén az egyik nagy zenmester, hogy megvilágosodott, meg nem világosodott üres szavak. Az, hogy minden nap gyakorlunk és minden nap segítünk másoknak, az a legfontosabb. Úgyhogy egyszer a tanítod azt mondhatja, hogy Lacika, jó hírem van. Ügyi át a másik oldalára itt az Enbotnak, az interjú szobában, és próbáld meg úgy. Na akkor a hagyomány feltárja azt a, azt mondom, gazdagságát, amit addig nem vettél észre. És a gazdagság ti vagytok, amit idehoztok az a hatalmas nagy trágyatenger, amiből komposzt lesz, és a komposzt kikerül a kertbe, és a kertből hagyma lesz, meg krumpli, meg sütőtök, dinnye, esetleg patiszon, padlizsán, paradicsom, paprika, karalábé, zeller, és a többi. Amit mi mind megeszünk, és utána abból esmételten trágya lesz. Tehát nézd meg, hogy hogyan forgatjuk körbe a karmát, és a körforgásnak te melyik szeletét foglalod el. Az a jó, hogyha az ember nem merül ilyen dualisztikus fogalmakba, hanem tényleg az ég kékjével foglalkozik, a fák zöldjével foglalkozik, a lótrágya a sárgás barnaságával foglalkozik, és akkor előbb-utóbb a helyén van. Az a szép, amikor az első olyan három-öt évben a tanítás megkezdése után óhatatlanul azt hiszed, hogy tudsz tanítani. Mint ahogy megkapod a jogosítványt, és levezettél 20-30 ezer kilométer balesetmentesen, és azt hiszed, hogy tudsz vezetni. És akkor egyszer egy erdélyi út során az éjszakában a szekér begördül a hegyoldalról eléd. És akkor puf! Ha a reflexeid nem jók, akkor belemész. Az önképből következik a világélmény. Sajnos. Amilyen énséget legyártasz, az kerül a térbe, és ezek után az lesz az, amire a világ, világ reagál. Úgyhogy nagyon óvatosan ezzel. Ezért mondta a régi tangdinasztiai mesterek közül nagyon sok. Kiejted a megvilágosodást, nincs olyan Olyan, mintha egy vödör szart öntenél a fejedre. Vigyázzunk ezzel. Ha szeretnél gyakorolni, tedd azt. Ha szeretnél segíteni másokon, mert ez magadon is segít, tedd azt. De nem minősíts. Tehát azok, akik már évtizedek óta benne vannak, azok pontosan látják, hogy ki hol tart. És nem minősítik az embereket, csak látják, hogy ki hol tart. És hogyha valaki iránytól hagy téveszteni, azt is hagyják. Semmi gond, majd a fal adja a másikat. És amikor ordítva jön, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, nekem ez a zen valami mást hozott, mint amit szerettem volna, én nem az lettem, aki szerettem volna, akkor majd ott a tanítás. Ellenkező oldal nagyon jól csinálja, nem is nagyon kap erről visszajelzést, nehogy önképet gyártson le. És amikor elér egy bizonyos fokot, akkor a tanítója azt mondja, hogy készülhetsz mert belőled is tanító lesz, akárki meglássa. És ez sem e, különösebben a te döntésednek a kérdése. Hogy mit csinálsz a minősítéssel, miután megkapod a tanítói felhatalmazást, az a te dolgod. De hogy megkapod, az tuti. Mert a tanítónak az a dolga, hogy más tanítókat vegyen észre, mint lehetőségek, segítse, anélkül, hogy a vállát simogatná állandóan, hogy te, te olyan jó vagy, te az leszel, te leszel az utódom. Tehát ez borzasztó, az ember ilyen nincs. Olyan van, hogyha a fiatal sasfióka nem repül háromszor gyorsabban a felnőttnél, akkor nem kapja meg. Ilyen van. De olyan nincs, hogy valakiből csinálok valakit. Érezzük ennek a visszásságát, ugye? Ezért nem lehet. És innentől kezdve van egy természetes fejlődés az egésznek, ami olyan, mint a fáknál az évgyűrűk, ahogy egymásra rakódnak. Ahogy az egyik dió az így legördül a nagy semmibe, a másik pedig ott marad az út Az egyikből diófa lesz, a másikat megeszi valami vaddisznó. A diónak ez, ez nem fáj. Az embernek igen, mert nekünk van tudatunk. Bennünk fáj az, hogyha szenvedünk. Bennünk fáj az, hogyha nem olyan emberek leszünk, akik lenni szeretnénk ha olyan úton járunk, ami nem a miénk, vagy amiről azt tudjuk, hogy rossz felé vezet. Ezért kell gyakorolnunk. És ezért kell elfelejtenünk azt, hogy megvilágosodott és meg nem világosodott. Az micsoda? Mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, beszél, cselekszik? Mi ez? És ez a kérdés elnyeli az összes dualitást. Ezt is. Én azt szeretném kérdezni, hogy mit tett az a gyerek, akit a szülő nem tud elfogadni, illetve megpróbál ráeltetni egy által ideális napvélt ilyen képet? Fel kell nőni, minél hamarabb. Szűnjön meg gyereknek lenni, és akkor a szülői autoritás is megszűnik. Fel kell nőni szellemileg. Fel kell nőni lelkileg, testileg, és ennek ára van. A gyermek illúziók az ára. Van, amikor odahaza nagyon nehéz felnőni, mert alig kapsz hozzá segítséget. Ahol az a szülői magatartás, hogy a gyerek az maradjon gyerek, és ez akármennyire is furcsának hangzik, nagyon sok házban így van. Én csak jót akarok neked, kis kisfiam. Köszönöm szépen. Vettem a hátizsákomat, majd jövök. Tehát ilyenkor útnak kell indulni. Ilyenkor az utadat meg kell találni. A saját utadon kell járni. A modern társadalomnak nagyon sok baja van. A legnagyobb baja, hogy nem fenntartható, és ezt nem vette észre. Tehát ezerre rohanunk a fenntarthatatlanság válságába. Még mindig nem vettük észre. A másik, hogy elképesztően materiális. És a materiálisból következik a letelepedettségnek, az erőltetése és a vándorlásnak a visszavágása, vagy a meghiúsítása. Nagyon kevéssé mobil a társadalom. Nem tudsz könnyen költözni, nem tudsz könnyen lakást venni vagy eladni. Iszonyatos pénzek kellenek ahhoz, hogy te e, vándor módon élhess, és élhess, ne pedig menekülj. Az más. Tehát az, ami a társadalomban eredetileg a maszkulin el volt, hogy meghatároztál egy utat, felpakoltad a családot, és abba az irányba mentél, mert a feleséged is arra megy, amerre te, a gyerekeid is arra mennek, amerre te. Ha letelepedsz, asszony sátrat ver, berendezi, te hazahozod a ha vadat, ő megfőzi, kiosztja, kész. Tehát most az van, hogy haza kell hozni a vadat, azt megfőzik, kiosztják, és kész. Alig van vándorlás. Alig van egy olyasféle útválasztás, ahol megtanulunk élni igazából ezen a földön, és nem csak fenntartani magunkat. És ezért nagyon nehéz felnőni. Nagyon könnyű anyuka szoknyája mellett ott maradni, vagy apuka fennhatósága alatt maradni. És ezért van az, hogy utolsó pénzünkből veszünk egy repülőjegyet, és amikor már csak pár dollárunk marad a kis kasszánkba, elmegyünk Amerikába, és hozzákeressük a többit, vagy ki tudja, hogy megtaláljuk az utunkat. Tehát a legirracionálisabbnak tűnő cselekedeteknek teljesen világos, mély, mozgató rugói vannak az emberi lélekben, amely önállósodni akar, tudatosodni akar, és el akarja nyerni igazi önmagát. És ez nem vitatható el senkitől. Tehát a gyerek nem renitens, csak az útját keresi. És ha nem találja meg, akkor addig küzd és addig lázad, amíg a rendszert össze nem dönti maga körül. És hogyha megtalálja a helyét, megtalálja az útját, akkor elkezd normálisan viselkedni, mert úgy érzi, hogy az energiája megfelelő helyre, megfelelő irányba, megfelelő személyekhez megy. Én a retteget kohanokról szeretnék kérdezni. Az, az Ivántól kérdez. A <laughs> retteget Ivántól. Iván és kohanyai rettegett, <laughs> Ugye? Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye azt tanítod, hogy a tudatunkat üresítsük ki és Azt én tanítom? Biztos. Nem, az én tanítja, általad. Szó szó. Uh, ehhez képest uh, elültetsz egy koanda fejembe, és napokig ezen gondolkodom. Látod? Ez a legjobb példa arra, hogy ki kell üresíteni, mert különben állandó vircsap van. Na de akkor nem fogom tudni neked megoldani. De Te hogy? Megyek nem megyek legközelebb, és kapok a bottal. Ha gondolkodsz, akkor is kapsz. Ha nem gondolkodsz, akkor is kapsz. Az intuitív pillanatra kell ráébredni arra, amikor visszatérsz a gondolkodás elé, és a következő impulzus tiszta. Tehát ha ez a pillanat tiszta, akkor a következő megnyilvánulás tiszta. Annyira el vagyunk merülve a gondolat- és érzelmi mintázatainkban, annyira csak a karmánkat követjük, hogy nem látjuk, nem tapasztaljuk ezt az elsődleges, primér intuitív impulzust. Tehát rögtön szokásból válaszolunk. Tehát lehet látni, hogy ezt most a harmadik, negyedik rétegből mondta, mert az első kettőt nem látta. Erre az intuícióra hajtunk. Erre a működő, tiszta, tükörszerű tudatra hajtunk. Amely ha már rég megvan bennünk, csak le kell róla kaparni a hagymahéjat. Oké. Okay. A karma karmarétegei tényleg olyanok, mint amikor nem tudom, jártál egy mesben, ott roppantják a hagymát, finom, édes, csípős, zamatos, megmagyarázhatatlan ízű hagymák vannak ott. Gyökerét szállát leállják, és így recs, és nem vágják el magát a réteget. És a hagyma húsa egybe marad, csak így szépen lefoszlik. Hát azt ott enni a jutúrós puliszkával, hát azért az, az, nagyon sirály, az elképesztő. Úgyhogy a karma ugyanez. Mihelyt az azonosulás megszűnik, azon nyomra elkezdenek a rétegek leválni, és hogyha engeded ezt a folyamatot, akkor eljutsz ahhoz a nem tudhatóhoz, ami az egésznek a gyökere. Csak az a baj, hogy az ember nagyrészt a szenvedésnek a roppantását várja, és önmagától nem engedi el. És ezért van az, hogy szenvedés nélkül nincs megvilágosodás. És ez már nem tragikus, ez csak emberi. Tehát aki ebben a szobában ül, az biztos, hogy szenvedett, valamennyire picit szenved, most nem nagyon, majd később. És szenvedni is fog, mert emberből vagyunk, mulandóak vagyunk, feltételhez kötöttek vagyunk, és tökéletlenek. És hogyha ehhez ragaszkodunk, ehhez az önképhez, akkor mindig a karmánk fog minket kontrollja alatt tartani. Tehát az ember egy olyan érdekes lény, hogy megteremti a saját szokásait, és aztán a szokások rabja lesz. Legyártod a börtönt, legyártod a bilincset, bemész, magadra zárod az ajtót, eldobod a kulcsot, magadra csattintod a bilincset, és ott ülsz, és várod, hogy jöjjön valaki, aki kiszabadít. Ugye, hogy nonszensz? Pedig így élünk, és így is halunk meg nagy részt. Le kell szedni ezt a, ezt a bilincset, és ki kell nyitni az ajtót, és ki kell menni a börtönbe. És ekkor tapasztalsz valamit tisztán. És az az elképesztő erő, amivel a szokásaidat ugye le tudod robbantani magadról, az, az a frusztráció, hogy nem tudom megválaszolni a koant. És már három napja azzal foglalkozom, hogy hogy maradok életben a fán. Megkötözve, miközben kérdezgetnek. Igen, de három napig nem foglalkoztál az önképeddel, a karmáddal, a múltaddal, a jövőddel, a jeleneddel. Valami mágia útján kitörülted a tányérodat és megitted a vizet. Végigültél korábban fájdalmas 50 perceket, naponta nyolcat, négyszer kettő, mert párban szép az élet, ugye? És akkor hirtelen valami más történik, és elnyúlsz a fűvön, és azt mondod, hogy ez jó. Miért? Mitől jó? Azért, mert kezdesz kijönni önmagad börtönéből. Kezded elhagyni a fájdalmas kényelmi zónát. Kezdesz ráébredni, hogy valójában mi az utad, és miről szól ez az egész. Olyan szögből látod magadat és a világot, ahonnan eddig még nem. És ez az gyakorlatnak az egyik nagy erénye és lehetősége. Úgyhogy retteget kóanok, felsült ivánok és frusztrált ivankák, ugye, tehát ezek mindig az élet velejárói. Ez nagyon rendben van. Csak megfelelő irányba menjen az egész. És akkor használ és használható. Amikor jövök hozzád az elvonulásra, akkor hoznom kell egy bőrönnyi ruhát, mert messzebbről jövök több napra. És úgy telnek a napok, hogy zuhanyzok, váltogatom a ruháimat, és bejövök és leülök meditálni. És meditálás közben rájövök, hogy ezeknek a ruháknak neve van. Az egyik düh, a másik harag, szorongás, csalódottság, félelem. És arra is rájövök, hogy van, amelyik ruha már születésem óta rám van égve, és nem cserélem. És hogy rájöttem, hogy nincs egy rongyom, amit felvehetnék, és hogy most mit tegyek. Szívesen megmutatom az én bőröndömet, a ma van nadrág, Kabát, köpeny, pólóingek, olyanok, amik nem égnek rád. Olyan ruhát érdemes fölvenni, amit aztán le is tudsz vetni. Az úgy a jó. Az eredeti tudaton nincs burok, nincs jelmez, nincs ruha. Az önvalónak eredetileg nincs önképe. Azt mi gyártjuk le. Úgyhogy nyugodtan gyere, és ezt a hatalmas nagy bőrönnyi ruhát mind égesd el az éberség kazányában. A fájdalommal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy ülő meditációk alkalmával itt fáj, ott fáj, csípő fáj, akkor utána itt is, ott is, hogy ez például egy 90 napos elvonuláskor, ez van, amikor elmúlik, vagy ez folyamatosan végig is mivel? Tehát, hogy a te praxisodban ez <laughs> majd. Az egyetlen objektív visszajelzésként az Esztergom és környéke gyógyszertárainak a forgalmát tudnám javasolni. Tehát, mindig, amikor elkezdedik a 90 napos, attól a hétvégétől a fájdalomcsillapítóknak az eladási rátája így emelkedik. Na most ehelyett azt tudom mondani, hogy ha követed a három aranyszabályt, itt a centeremben és környéken, akkor a fájdalom az nagyon hamar megszűnik. Az arany szabály az, hogy vigyél be elég folyadékot, nyújtózkodj eleget, tehát nyújtógyakorlatok, gyakorlatok, és kellő mozgás. Mozgás, nyújtás, ivászat. És ha ez megvan, akkor a szervezet nagyon gyorsan kiüríti azt a salakanyagot, amely a karmikus tisztulás része. Te el nem tudod képzelni, hogy a vérben mi megy végbe akkor, amikor te itt üldögélsz, és a szíved egyszer csak gyorsan vagy aztán lassan már, Te csak lélegzeted az lassú, aztán gyors. Hirtelen följön ide az energia, aztán lemegy ide, aztán tesz egy kört, és a szív csak szét akarja dobni. Ismerős, ugye? Ekkor az izületek olyat kapnak balról és jobbról, hogy te fájsz, nem az izületet fáj. És hogyha ezt a salakanyagot kiüríted folyadékkal, belülről mantrával, akkor a fájdalom megszűnik olyan három nap és két hét közötti időszakban. Ez alkat kérdése is. Tehát van, aki nagyon szálas, nagyon szikár, ott egy kicsikét feszültebb ez a dolog. Akinél lazábbak a kötőszövetek, lazábbak az inszalagok, lazábbak az izületek, ott egy kicsit gyorsabb. Igazából mindenkinek ugyanaz a dolga, és kis fájdalom, nagy fájdalom előbb-utóbb elmúlik. Úgyhogy érdemes visszajönni az energiakertbe. A tant ilyen jelentés az, hogy energiakert az egység állapotba, mert akkor az a fájdalom, amit az érzelmeid és a gondolataid teremtenek, amit az összees dualisztikus tudatformát teremt, az elkezd csökkenni, és el tud tűnni. És kiderül, hogy ennek a testnek a valós fiziológiai visszajelzése rendkívül kicsi, 5-10 százalék. A fájdalom 90 százalék az teljesen mentális eredetű. Brutális, de így van. Mi az igazi segítség? Mire van szükséged? Konkrétumokra szerintem. Én alföldi lány vagyok. És ahogy járom itt ezeket a hegyi utakat, most láttam igazán meg, hogy tényleg vannak kék hegyek. Azok mitől kékek? Lent az Alföld tengersík vidékén, ott vagyol te honn, ott van a világod. Tehát azért kékek a hegyek, amért az ég is kék. Tudod, hogy miért kék az ég? Nem. Ezt most elmondom, ne valami zen választ várj, oldott oxigén. Ez van a levegő, ettől kék. És annyira magasak a hegyek, hogy... Nem, annyira kék az oxigén. Mi a határ az elfolytás és a megélés, meg nem élés? Tehát, hogy hogy határozod ezt meg? Egyes halom. Jó, igen. Tehát mondjuk érzelmek, vágyak, harag, düh. Hol, hol van ez a határ? Még azt mondjuk, hogy lásd, te ne fósd el és ne éld ki. Tehát, hogyha megszűnsz a saját mozidat állandóan technikolorban látni a saját szórakoztatásodra, akkor az lesz, hogy az összes elintézetlen tudattartalmad, amelyel még azonosulsz, az megjelenik a színen. bezony? ekkor indul be a meditáció, az első három napban ez nagyon ritka, mert addig szórakoztatod magad, meg el vagy, meg reagálsz, meg egyebek. Három nap után elkezdődik a munka, és három hét után pedig még mélyebben folytatódik. Ezt azoknak mondom, akik kacérkodnak a 90 napos gondolatával. Igazából a három nap az a taxizás a reptéren, tehát a felszállsz, és a három hét végén ott éred el az utazó magasságot. Addig mentél a különböző légköri viszonyok között. Úgyhogy lásd, de ne fosd el, és ne élt ki. Tehát nagyon sokszor van az a reakció, hogy majd kikerülök innen, és majd akkor mi lesz? Meg mit csinálok, és vele, aztán mit csinálok, és aztán... Na, ezt ne! Tehát beprogramoztad a saját magad karmáját és a kapcsolati karmát, a saját reakcióidra alapozva, a saját karmádat élve. Ez felesleges. Nem ez az út. Ez a körforgás. Ezért mondta a mester, menj egyenesen, tartsd meg a nem tudhatót. Only go straight, don't know. Tehát, ha azt látod, hogy a tudatod körben forog, ciklusokat gyárt le, az a szamszára tapasztalata, egy baj van a szamszárával, rengeteg energiát vesztesz, nincs valódi hozadék, és egyszer meghalunk. Más baj nincs. Tehát amikor szeretjük azt a tanítást, hogy ez is elmúlik, a másik aspektusa az ez, hogy ég a ház. Járjuk szépen másodpercenként 1800-as fordulattal a különböző köreinket, mert azt hiszük, hogy nekünk igazunk van, és nekünk jár valami, és mi ezek vagyunk, és azok vagyunk, és jattatta, rattatta. Ez a motornak a pörgése. Most innentől kezdve gyártjuk le azt a szenvedést magunknak és másoknak, amit egyébként masszívan szeretnénk megszabadulni. Ne folytsd el, mert ha elfolytottad, akkor kamatos túl visszajön. Ha pedig kiélted, akkor pedig kívülről jön vissza a kamatos túl. A látom, De azt mondom, hogy. Nem, nem mond, mond azt a semmit, semmit. nem Igen. mond. Látsz és kész. 185-ös cvipper, elolvasod, csak láss. Ez a butha természet. Schluss. Enjoy the show. Tehát amikor belül látsz valamit, akkor nyugodtan láss, jön és megy. Eddig úgy volt, hogy ott maradt a mélyben, és szépen hátulról súgott, vagy determinált. Most, mivel már megmutatta az arcocskáját, sikerült a hagyma rétegnek leválni a rólad, az identitásról, és akkor onnan szépen el tud takarodni. A kígyó mindenképpen vedlik, azt viszont nem szereti, ha nyúzzák. Úgyhogy vigyázzunk. Ehhez kapcsolódóan kérdezném, hogy akkor hogyan születnek döntések? Tehát, hogy azt mondod, hogy amikor itt vagy, ne. Öm... Nem mondasz, hogy majd ezt meg azt csinálom, amikor nem leszek itt? Tehát hogy, hogy születnek a döntések? Később. Amikor itt döntesz, az egy rendkívül egyszerű folyamat. Megszólal a moktak, azon nyomban bejövök a darmaterembe. Dönthetnék úgy is, hogy kések, de nem kések. Amikor felszolgáljuk az ételt, akkor dönthetnék úgy, hogy már az illata alapján minősítem. Nem minősítem, már tudom, hogy finom. Kész. Tehát nem kezdek el jövőt építeni, mert mire innen kikerülsz, addig a tízezerszer megváltozik. Jó? Tehát nem lenne valós ez alapja. Nézzük meg, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Magyarul nem kell rohanni a jövőbe. Itt, ami dolgod van, az fogja teremteni. Ha abstraház és előremész a jövőbe gondolatban, gyengíted a jelenléted itt. Tehát gyengíted annak a munkának az intenzitását és minőségét, amiért ide jöttél. Ezért nem kell. Jó? Köszönöm. Szívesen. Van a téli gyocsen. De hogyha a körülményeket mérlegelve azt választod, hogy a, ezt az időszakot a városban töltöd és teszed a dolgodat, hogyan tudod a legjobb hatásokat elérni, minthogyha majd hogy nem a kölcsön lennél. Elsősorban be kell látni, hogy olyat nem tudsz elérni csak a közelében lehet. Tehát reggel és este bizonyos mennyiségű gyakorlatot el kell végezni. És időzíted, tehát tudod, hogy akkor a mi történik, és ahhoz igazítod. Ez a szívbéli kjolcse, heart kjolcse angolul. Tehát ilyen intézmény van, világiaknak találta ki szungszenzen mester, nem tudsz fizikailag ott lenni, de lélekben igen. Viszont ahhoz, hogy ez tényleg fogós, erős legyen, azt mondod, hogy amikor ők leborulnak, én is leborulok. Amikor ők énekelnek, én is énekelnek. Amikor ők meditálnak, na akkor én elmegyek dolgozni. Este hazaérek, és amikor ők meditálnak, akkor én még éneklek egy sort, és az utolsó meditációban részt veszek. És pontosan előtted van, hogy a kölcsében akkor mi történik. Abban a pillanatban mi van. És ahhoz mértem állítasz egy időrendet, egy gyakorlati rendet, és mint a kis kisangyal megcsinálod. Az előző kérdéshez, ami az elfolytás határáról, amire válaszoltál, onnan jutott nekem eszembe az, hogy ami meditáció közben feljön. És most gondolok arra a meditációra, amikor azt gondolom, hogy mélyen voltam a mély meditációmba, és jöttek képek. Azokkal mennyire kell foglalkozni? Azoknak van jelentősége, tehát azok tudatalatti tartalmak, vagy, vagy egyszerűen csak egy mozi. Tehát az, az mit jelent? Jelent-e valamit? Kedvenc matematikusomat idézném, integrálunk, tehát vagyunk. Az a fontos, hogy a személyiség egysége, az egység élmény az meglegyen. Na most ezek a képek, hogyha ezeket megláttad, ezek nyugodtan jöhetnek és mehetnek. Az a valami, ami látja, az nem jön és nem megy. Az nem osztódik. Tehát csak a karmád porát veszítheted el, önmagadat nem. Ha azt gondolod, hogy milyen voltál a meditációban, akkor már ki is jöttél abból a mélységből. Ezt nem pusztán neked mondom. Ezt mindenkinek mondom, hogy nem minősítse a meditációját. Ez pusztán használati utasítás, és nem a szavaidnak a minősítése. Nagyon fontos, hogy ezt a pillanatot a maga egyszerűségében és osztatlanságában éljük meg, és ekkor az egység az folyamatos lehet, akármilyen karmád van. Tehát te lehetsz magad előtt szép, jó, csúnya, sikertelen, borzasztó, legszebb, legcsúnya, bármi lehetsz, de hogyha ezt az önítéletet kikapcsolod, akkor térsz vissza a realitáshoz. Ugyanígy bármiféle kép megjelenhet, bármiféle karma megjelenhet, de ha te magad nem ragaszkodsz ehhez és nem minősíted, akkor haladsz az úton igazi önvalót felé. Emlékszel az Aladin és a csodalámpa gyönyörűséges szufi mesére? Amikor ugye lemegy a barlangba, fantasztikus fákat lát, alatt a kincsek, rajta gyümölcsök, ha megérinti, megfogja, kövé válik. Tehát a tudatodban, a tárház tudatod barlangjában rengeteg minden találsz, ami a képességek, a múlt, az önkép, fantasztikus kincsek, amit te vagy a magad meglátása szerint, de hogyha belekapaszkodsz, akkor kövé válsz, és nem haladsz az úton. És nem érsz el a barlang legmélyig, ahol egy tisztelen, haszontalannak tűnő rézlámpás van. Még csak nem is bronz. Magyarul a világ nem tulajdonít neki értéket. De hogyha kihozod a felszínre a barlangból, tehát tudatosul és tapasztalod, akkor kellő tisztogatás után, miután az erőfeszítés homokfúvójával lecsutakoltad a karmádat erről a rézlámpásról, akkor kijön az a valami, ami azt mondja, hogy hogy segíthetek, kedves gazdám? Na, ez az a folyamat, amiről beszélünk, és a képeknek a látása az néha olyan, amikor a barlangban keresgélsz, és nagyon fényes, és gyönyörű, és nagyon hívogató, és nagyon vonzó, vagy pedig borzasztóan taszító, és hogy ez, hogy lehetek én meg? Egyáltalán hogyan tárolhatom ezt? a saját kis tárháztudatomban, és mégis addig az voltál. Mihelyt megláttad, már nem vagy az. És hogyha mered nem minősíteni, ha el tudod engedni, akkor nem is leszel az. Az a tragédia, amikor meglátja az ember a karmáját, akár el is engedhetné, de az ítéletalkotásnak a karmája, vagy belemegy még egyszer, és megint magára égeti az egészet. És ezt csináljuk naphosszat évhosszat életeken keresztül. És hogyha van komoly és mély tanítás, az az, nem csak a zenben, máshol is, hogy mindez nem szükséges. Nincs elrendelve. Sehol. Senki által. Semmikor. Meg tudunk szabadulni. Ebben a pillanatban. Csak ne azonosulj a saját karmáddal, ne gyárts le önképet, merj a teremtetlen, tiszta, tükörszerű tudat állapotában megmaradni. Ehhez óriási bátorság kell. Annyira megszoktuk a saját több részes sorozatunkat belül. Évadról évadra ezt nézzük. És hogyha egyszer kikapcsoljuk a tévét, akkor végre meglátjuk, hogy az kék és a fűzöld. Nagyon. Csak ez olyan unalmasnak tűnik, meg eseménytelen, és mihelyt megízleled, akkor látod meg, hogy ez a tapasztalás miről szól. Előtte nem. Előtte csak rézlámpás. Meg Értéktelen, meg furcsa, idegen. Kicsikét az erőfeszítéssel így megdörgölöd, kifényesedik, és akkor van valami belőle. És mi lehet azzal, hogyha mi a suliba hogy azt tanultuk, hogy több én részünk van, és ha mondjuk a bölcsem akarna jelezni, tehát az a baj, hogy annyi mindent rá lehet erre húzni. Tehát, hogyha mi van egy ilyen meditatív állapotban, az én kis bölcsem szeretne valamit nagyon közölni velem, amit ebben az állapotban tud, mert esetleg ekkor vagyok rá fogékony. Akkor meg azt gondolom, hogy foglalkoznom kéne vele. Nem? Szerintem tegyél föl egy kérdést a bölcsnek. Ó, bölcs, Tudnál-e szavak nélkül közölni valamit? Olyan csend lesz? Vagy ha már a bölcs egy kicsikét masszívabb és erősebb, akkor tegyél fel neki egy kohankérdést, hogy ne dumáljon neked különböző bölcsességet, fogja meg a következő kohant. Akkor lesz szám nagy csend. Jó? Tehát az én képnek sok része, sok aspektusa van, semmi baj csak azt ne úgy gondold, mint egy kis entitás gyűjtemény a fejben. Tehát nem te vagy az osztályfőnök, és osztálylétszám 26 jelentette a hetes, ne. <laughs> Ezek mind teremtett tudatformák, és te működteted őket. Ezek tudnak beszélni, elhallgatni, megjelenni, eltűnni, néha bölcsességet mondani, és néha kolosszális baromságot. Úgyhogy vigyázzunk, mert ha egyszer felcímkéztük, akkor azt gondoljuk, hogy csak a bölcsesség fog ezentúl jönni ebből a forrásból, hogy ott ez semmi más, mint az elmének a gondolati summázata. És elég, hogyha 99-ből csak egyszer inkorrekt, és neki mentél a fának, és véged van. Úgyhogy ezért mondjuk ember ne hidd el a gondolkodásodat, lásd tisztán, haj tisztán, légy jelent tisztán, és ezen az alapon a gondolkodás is tud tiszta lenni. Nincs ellen semmi baj. Csak ne abstraháljunk, ne minősítsük a gondolatot gondolattal. Nézzük meg, hogy az okozatisággal milyen kapcsolatban van a mi gondolati tákolmányunk. Magyarul ténylegesen igaz-e, vagy sem. Most ezt a reality check az, hogy az valósággal összevetett gondolatainkat lássuk, nagyon ritkán szeretjük. Inkább a saját intelligenciánknak a fényében szeretnénk fürödni. És ez iszonyú veszélyes. Tehát nézd meg, hogy valójában miről szól az, amit gondolsz. Megérzel. És akkor látod, hogy hihetetlen önmagunk bűvkörében vagyunk az időn 90%-ában. Úgyhogy ezt elvágja a zen, térj ide vissza a pillanatba, tisztán lát, tisztán hall, tisztán érez, beszél, és így gondolkodik és cselekszik. És akkor oké. Okay. Mondtad, hogy, a, hogy ez a modern társadalom már nem működőképes. Nem fenntartható. Nagyon jól működik, csak nem tudjuk, hogy meddig. Akkor nem fenntartható. Nem fenntartható. Ez. Ebben az de. állapotában nem. Te milyen jövőképet jósolnál? Nincs jövőképe. Nincs, fingom, nincs mi lesz a jövőben. <laughs> Tehát nincs jövőképpen, mert nem tudom felmérni a jövőt, viszont, viszont bizonyos okozati vonalakra mindenféle zenmágia nélkül álláthatsz És ez pedig az, hogy húsz év múlva ha van szénhidrogén, az a baj, ha nincs szénhidrogén, az a baj. Tehát mindenképpen rossz lóra tettünk, amikor a foszilis tüzelőanyagokat kb. 100 évvel ezelőtt olyan mértékben kezdtük el elégetni és betenni a légkörbe, hogy amikor 1970-ben már látható volt a hatása, úgy eltagadták, hogy csak na, eltelt 30 év, 2000-ben azt mondták a tudósok, hogy hát most már tényleg tenni kéne valamit, mert egy pár azt mondják, önmegerősítő, self-reinforcing feedback az már elég elszabadult. Lásd metán, lásd légköri jelenségek, lásd csapadékminták, olvadás, stb. Mi akkor se figyeltünk föl. Most, hogy három millió köbméter sár le Svájcban az olasz határ mellett egy falura, és emberek tucatjai haltak meg, most már felfigyelünk, hogy ja, olvad az alpok. Mert olvad az alpok, és ez, a, ez nem a fahiány, hiány, mert ott egyébként se volt fa, hanem a permafrost. A sziklák rétegeit a fagy tartotta össze. Felolvadt, lecsúszott az egész. Mint a lavina. Eltörött és nem Indonézia, meg Banglades, itt a szomszédban. Ezért nem fenntartható. Csak az emberek többsége még mindig nem látja az ok és okozat közti összefüggést. Még mindig azt hiszi, hogy, hogy bemegy a szupermarketbe és leveszi a megoldást a polcról. Hazaviszi, kicsomagolja, elfogyasztja, és akkor az úgy megvan. Nem fenntartható. És ez még csak a természeti, meg az erőforrás része társadalmilag még úgyse fenntartható. Az sokkal bonyolultabbnak tűnő kérdés, de nem. Tehát annyira elszigeteltek és önzők lettünk, hogy képtelenek vagyunk az önérdeken felüli együttműködésre, tisztelet a kivételnek. És itt pont ezt tanítjuk. Azt a fajta kivételt, hogy ne az önérdek alapján, hanem valami sokkal mélyebb kapcsolat alapján működje együtt a másikkal. Nem azért, mert pénzt kapsz érte, vagy szebb leszel, vagy híresebb. Nem azért, mert a másik ugyanolyan ember, mint te. És egymásra vagyunk utalva. És meg kéne tanulni együtt élni, együtt meditálni, együtt enni, együtt pihenni, mert más nincs. Csak magunk vagyunk ezen a földön, mint ágens, mint cselekvő lény, mint csúcsragadozó. Tehát nem fenntartható se társadalmilag, se természetileg, gazdaságilag, politikailag és katonailag, meg még úgy sem. Csehov drámát ugye láttál, olvastál. Azért szép, mert felakasztanak egy puskát a falra, és a Csehov drámában te biztos lehetsz, hogy az az ötödik felvonás, vagy a negyedik vége előtt az el fog sülni. Tehát a fegyverek ugyanezek. Megcsinálják őket, és előbb-utóbb azok elsülnek. Úgyhogy ezért, ezért borzasztó ez a, ez a, történet, mert azt hiszed, hogy ezek ilyen a katonai doktrináknak a pisilő versenyei. Hogy most ki tud gyorsabban repülni a vadászgépével, vagy ki tud ö, gyorsabban felülni egy légvédelmi rakétát, vagy kinek vannak borzalmasabb mérgesgezi. Nem, ezek egyszer elsülnek. Mert arra csinálták őket, és jön valaki, aki azt mondja, gyerekek, hát ez már itt van a raktárba, használjuk már föl. És akkor csinálnak valami háborús konfliktust, ahol ezt lehet. A gazdasági ugyanúgy, tehát elkezdtek a pénz műveletek úgy elszabadulni, hogy a pénz abstrakciója megeszi a reál gazdaságot. Ezt a 2008-as válság nagyon jól mutatta. Tehát amikor különböző matekkal óriási pénzeket lehet kaszálni, akkor feledkeznek el róla, hogy ennek a pénznek eredetileg volt fedezete. Ha hallottál a tőke áttétről, ez azt jelenti, hogy van 10 dollárod, és a százszorosát még beinvestálhatod a különböző tőkepiaci műveletekbe. Nem értettem soha, hogy hogyan. Gyakorlatilag úgy, hogy 10%-os veszteség esetén a saját tőkédnek vége. És a buborék az pedig elpattan. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy belássuk az illúzió és a valóság közötti különbséget. Ezért nincs jövőképem hanem valóságképet szeretnék, realitást szeretnék, ennek a pillanatnak a tiszta felfogását és tapasztalatát, és az ez alapú együttműködést szeretném. Mert ebből lesz a korrekt jövő. Az illúziókból nem. A dűből, kapzsiságból, téves nézetekből nem. Itt születik a jövő úgy, hogy lemondunk a múlt jelen és jövő megosztottságáról, hogy csak ez van. Amikor kimész, csak az van. És ott cselekedj helyesen, ott lásd meg a következményeket, ott lásd meg az irányvételt, és akkor az úgynevezett jövő is helyes lesz. Oké? Okay. Ahogy a bevezetőben is elhangzott a csend fontossága. Elhangzott, és... Hallottam én is, igen. Szóval. A csend fontosságát, mondjad. Szóval, és éppen erről a csendről szeretnék kérdezni, hogy én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan, uh, amint kimennek innen mondjuk meditációról, éneklésről, egyből. És uh, nem igazán tesznek sokan előfeszítést, hogy uh, megpróbáljanak egyáltalán csendbe maradni. Igen? És te mit csinálsz e közben? Csembe maradok. Igen, de gondolkodsz azokról, akik nem. Hát ez igaz. Tehát a belső csend, az megszűnik. Azt Miközben te gondosan bevarrott pelenka öltéssel az ajkaidat nehogy megszólalj. Ez rendben van, de belül akkor miért fecserészel és miért foglalkozol másokkal? Te ne ellenőrizd másoknak a szájmozgását, a saját tantienednek az egységét őrizd, buzgón. És akkor működik. Persze, van, aki csácsok, 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 csácsok. Ő baja. Habcsang és odébb mész. Kész. Jó? Felnőtt műfaj. Ehhez a... szeretnék csatlakozni. Én most kipróbáltam, hogy nem vettem fel a telefont egyáltalán, és nem hívtam fel senkit. Ö... Ez eddig nem így volt? Nem. Eddig nem így volt. Pedig már és... sok visszavonuláson itt voltál. Igen, igen. igen. de Na, mondjad. <laughs> ö... Most, most próbáltam ki először, és a, a végén volt egy konklúzió, hogy de hogyha valami nagyon nagy baj van, és egyáltalán nem tudnak elérni, hogy akkor meg lehet adni a szangának a telefonszámát? Hogy akkor mi a megoldás ebben? Türelem és bizalom a megoldás. Bizalmat szeretjük. Türelmet is. Tehát csinálod a dolgodat, a világ azt tudja rólad, hogy itt vagy, ezt deklaráltad azoknak, akik fontosak neked. Ezzel kell nekik is megbírkózni. Tehát tíz napra felszámoltad az általános függést, és ő is ezzel kell együtt élni. Amikor a visszavonulásnak vége, akkor foglalkozol a különböző esetekkel, eseményekkel odakint. Addig nem. Addig pihi van. Addig belül tisztogatás van, megerősödés van. És majd utána. Addig nem. Tehát gondolnád-e, hogy az autód, amikor olajcserére viszed, akkor hirtelen elkezd panaszkodni, hogy tehát amíg az olajat cserélik, addig én nem száguldozhatok a hv en az autópályán. Nem, autó szépen kibírja, hogy olajcsere, abroncsok cseréje, centírozás, kormánymű, futómű, előgyújtás. Mind beszabályozzuk, és akkor utána ki az autópályára. Pont erre a kérdésre szeretnék rácsatlakozni. Holnap visszakapcsoljuk a telefont. És igen? Igen. Na hát. <síns> és hogy... Azt a lilatokost, amit láttam a kezedben nem rég, nem? Nem. Oké, okay, akkor az más valaki volt, semmi baj. <síns> hogy mi a, a tanácsod arra vonatkozóan, mert én ben, egy kicsit félek tőle. Miért félsz tőled? álmodban? Nem, Rád hanem hogy egy rám zuhan az, ami ez alatt az elmúlt tíz nap alatt a, a telefonba megérkezett. Nem fogadott hívások, e-mailek, ez is Meg fogsz döbbenni, hogy nem lesz sok. Az, jó. Itt létednek az első két-három napjában, igen, aztán kezd leszokni rólad a világ. Ezzel együtt tudsz élni, semmi baj, semmi különös nem történt. Újabb módon tudsz majd szelektálni a nem fogadott hívások, üzenetek, e-mailek és egyebek között annyira ki fog ugrani, hogy kiknek akarsz válaszolni, és kiknek nem, hogy mert felvállalni az új látásmódot. Semmi gond nem lesz. Képzeld el ugyanezt három hónap alatt. Koreában rengetegszer csináltuk. Amikor te így elvonulsz, és nem kezeled a templom ügyeit, meg nem e-mailezel azért, hogy az emberek eljussanak hozzád, mert nem munkaeszköz ez az egész, Odakint három hónapon keresztül a digitális kultúra hiányában a 90-es évek második felében, hát e-mail címem nekem 99 előtt nem is volt. Leveleket kaptunk, képzeld el, csigapostával. És amikor vége volt a 90 naposnak, akkor behoztak neked egy ilyen stóc levelet. Nem, nem, igen, nem, igen, igen, nem, húha ezt, nem. És akkor, és akkor kibontottad azt, amit valójában kibontottál, és elolvastál, és, és kész, és akkor rájöttél, hogy nem az volt a fontos, ami odakint történt, hanem oda bent. És akkor visszatérsz a szeretteidhez, a munkádhoz, a teendőidhez, és a többi. Tehát ezt ki lehet bírni három hónapig is, és amikor már leszoktál arra, hogy olyasmikre és olyas valakikre gondolj, akik épp nincsenek ott, akkor úgy elkezdesz természetes módon boldognak lenni, mert nem dobod ki az energiádat az ablakon állandó jelleggel. Igen, ezt az érzést szeretném úgy megtartani. Nem fogod tudni. Nem. Igen. Azért kell ide visszajönni nagy generára. A világnak az a természete, hogy, le, hogy ledarál. És mielőtt ez megtörténik, azelőtt szépen észbe kapsz, összes mutató a pirosban van, feljössz ide, mutatok vissza a visszakúsznak a sárgába, aztán a zöldbe, aztán boldog vagy, kimész innen, és kezdődik az egész előre. Ez az élet. Amiről az előbb volt szó, hogy át kell hozni a pirosból a zöldbe, és hogy ez csak itt történhet meg. Vagy hasonló helyen, igen. Mm. Tehát az autót csak a szervizben Nekem... tudod szervizálni, ez erről szól. Én igazából valahogy nem tudom, úgy élem meg, amikor kicsit ilyen pirosban érzem a dolgot, hogy az, hogy akkor valami rosszat keresek, hogyha ez pirosban tud lenni. Mert amit keresek, az mindig zöldben van. Fiatal vagy, azért mondod ezt. Ezt most miért mondod? Azért, mert... Azért, mert az életed legnagyobb hibáit még nem követted el. Azért. Tehát úgy tűnt, hogy a zöldben van, amit keresel, de a pirosban ment, és nem vetted észre. Ezek a válságok még előtted vannak. Hát mi meglátjuk. Lássuk meg. Legyél itt akkor is, amikor úgy tűnik, hogy zöld, és tényleg zöld. Ha már mondtad ezt színek, hogy ő fiatal, és nem követte még élete legnagyobb... Neked hibát. nem ezt mondom, Lacika, fejbe váglak a bottal, azzal. Yes. Hát, de erről szeretnék kérdezni, hogy... Tudtam. Most, most, én még fiatalabb vagyok, és még én se követtem el életem legnagyobb hibáit, és hát abban bízok, abban bízok, hogy most már ezután olyan irányban mehet, megyek, hogy ö, ezek, ezeket nem kell. Hogy ö, Vagy mégis? Ne alapoz más kérdésére, a sajátodat tett föl. Aggódsz valamilyen válság terület miatt? Úgy érzed, hogy az életed bizonyos része a pirosba ment? Így van? Hát így. Na, akkor mi a baj? Arról beszélj. Szunyi, most itt vagyok, itt végzem a dolgom, ugye be is költöztem, és hát igen, volt róla szó, hogy ne, ne építgessünk jövőképet magunk előtt. Irányvétel kell, jövőkép nem kell. Ez nagyon fontos. Fölrajzolod, másnap már nincs ott. Az irány az kell. Többször hallottam azt, hogy nagyon sok munka az, hogy ledolgozzuk a karmánkat, életek kellenek hozzá, és hogy legyünk reálisak, ugye, ez nem egy élet alatt ledolgozható. Tehát elhangzott, ez többször is hallottam ö, olyanoktól is, akik itt voltak, bevezetőt tartottak, tanítók, és ö, engem ez mindig, mindig zavar, és mindig megütközök ezen. És mindig úgy érzem, hogy ö, úgy jöttünk ide, hogy, hogy bennünk van az a potenciál. Tehát, hogy, hogy ha itt vagyunk, akkor. Ö, tehát, ö, saját magamra. Ö, Nézve mondom ezt, hogy én azt tapasztalom elég gyakran, hogy, hogy ott van bennem ez a potenciál, hogy hogy leássak a legmélyéig. És csak ezt akartam, ezt szeretném tőle hallani, hogy tényleg úgy -e születik le egy ember, hogy megvan benne ez a lehetőség, hogy elérjen addig a lámpásig a barlangba is. Megvan. Köszönöm. Szívesen. Az összes többi már annak a kérdés, hogy milyen gyorsan engedi el a karmáját, milyen gyorsan mond le az önképéről. Ha ennyi elég, kész, befejezte a munkát. De általában nem elég, mert a szokásaid azon nyomban megjelennek rögtön. De ezek relatív dolgok. Ha viszont elkezdünk ragaszkodni a karmánkhoz, és elkezdjük számolgatni a köröket, és megolvasni a rétegeket, és látni azt, hogy régi kínai tanítás, hogy egy életnyi gyakorlat olyan, mint amikor a madárka elrepül a gyémánthegy mellett, és a szárnyával meglegyinti. És a cél az, hogy koptassa el a gyémánthegyet. Na, ez az, amit már akkor se hittem, amikor ezt kezdőként hallottam. Tehát, ha te ebben az életben mindent megteszel azért, hogy az összes hamis azonosulásodat, illúziódat vez le, megteheted. Ez a buddha természetnek az alaptanítása. Sikerülhet. De ha túlságosan sokat ütközöl, mások véleményével vagy tanításával, akkor tovább tart. Mert akkor még azt is beemelted a kosárba. Akkor még azt is ki kell pucolni. Jó? Tehát ebben az életben megjelenő karmikus, nem tudom, szoktál ilyet mondani, hogy maradvány karma. Igen, azt szeretem mondani, mert már csak maradvány. Már nem Tehát, valami, hogy, amit te aktívan hogy... táplálsz, vagy szeretnél, már kiábrándultál belőle, már nem te vagy, te még mi mindig ott van valahol a láda fiában, és maradványként, aztán majd eltűnik. Ez mennyi, mennyi ideig bukkan még fel, mert mint hogy. Vagy, tehát, hogy nem csak egy előző, mondjuk egy előző élet, hanem mondjuk előző-előző Most jelenik meg. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen van. Előfordulhat bizony. Addig, amíg energia van benne addig, amíg azonosulás tudat van benne. Tehát a karmának az összetétele az energia és információ. Az információ alatt az összes érzékszervi hatást és tudati működést, mint gondolkodás, érzelmek és egyebek értjük. Ezeket kivonod belőle, eltűnik nyomtalanul. Az energiát és az információt kivonod a karmából, nem azonosulsz vele többet, nem reagálsz rá, nem gondolkodsz róla, nem táplálsz érzelmeket felé, nincs hozzá akarati viszonyod, nem akarod vagy nem akarod, azon nyomban kiürül. Nyomtalanul, mert önálló léte nincs, mert mulandó, mert feltételhez kötött, és megszünteted a lét feltételeit, elmúlik. Bizony. És ekkor vagy szabad. Teljesen mindegy, hogy milyen régi az a karma. Meg mekkora, meg milyen színű, és milyen szagú. Te ez, amit előbb mondtál, ez úgy működik, mint a meditációban a fájdalomhoz való viszony. Fájdalomhoz való Neked abszalmi. nem. Te a fájdalmat az túlságosan szereted, és nagyon jól birod. Másképp működik, Albert. Egyszerűbben működik. Egyszerűbben? Igen, egyszerűbben. Köszönöm. Szívesen. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a jelenlétét és az, az őszinte erőfeszítését ezen az elvonuláson. Nagyszerű tíz napot töltöttünk együtt, amelyből a tizedik még hátra van, az lesz a holnapi. Azt hiszem, hogy a közös gyakorlatnak van a legnagyobb jelentősége úgy, hogy ezt már mindenki látja. Persze, éljétek a saját életeteket, tegyétek a köröket, és amikor van kedvetek, gyertek vissza és a tudatnak a nagy generájában az én az eltörpül. Ahogy Hanvas mondja, infinitezimális szubjektum. Ott van, de nagyon pici, nagyon pici. Nagyon jól van tréning ez, azt mond neki, balra, balra megy. Jobbra, jobbra megy. Hozd, oda hozza. Enged, elengedi. Ez az enged, ez nagyon jó vezényszó. Köszönöm szépen a figyelmet térjünk nyugovóra, és a holnapi nagy lélekben is készüljünk elő. Köszönöm szépen!